Testközelből ismerkedhettek gyerekek és szüleik a 13. század jellemző tárgyaival pénteken a Hallis István városi könyvtárban. Az Iharos-Berényi kötődési Bandírium Hungarorum második alkalommal tartott ismeretterjesztő előadással egybekötött bemutatót az Árpád-kor végéről fennmaradt eszközöket felvonultatva. A mobil múzeumban az érdeklődők az eredeti tárgyak reprodukcióit kézbe fogva visszautazhattak az évszázadokkal ezelőtti korszakba. Az óvodások ahhoz a korosztályhoz tartoznak, akik inkább a kezükkel szeretnek bármit is megtapasztalni, így gyakorlatilag a 13. század közéletéből és a hadi viseletéből is hoztunk bemutatót, tehát a közember tárgyait foghatja meg, úgy, mint például kalapokat, ruhákat, viseleteket, ezeket fel is próbálhatja, korabeli ékszereket, ezeknek az eredeti mind Magyarországon kerültek elő, írótáblát, ebbe bele is tud írni, az viaszra kitöltött kis írótábla, és ehhez hasonló civil dolgokat, vagy akár pénz rekonstrukciókat. Továbbá ugye a hadi felszerelésből a klasszikus sisakokat, a korszak sisakjait, fegyvereit, paritját, kardot, buzogányt, minden, ami érdekes lehet egy gyerek számára.